Az élelmiszer veszteség és pazarlás globális kihívást jelent. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete szerint a világon előállított összes élelmiszer mintegy egyharmada kárba vész az élelmiszer ellátási lánc valamely pontján. A legnagyobb részt a fogyasztói felesleg teszi ki, ez 41 százalék. 39 százalék keletkezik gyártói feleslegként, a vendéglátásba pedig 15 százalék származik. Az élelmiszer hulladékoknak alig 5 a keletkezik a kereskedelemben, de a legtöbb üzletlánc ennek csökkentését is fenntarthatósági programja fontos részeként kezeli. Az élelmiszermentési stratégiánk egy több lépcsős rendszeren alapul. Az első lépcső az az, hogyha nem tudjuk eladni a fogyaszthatósági idő vagy a minőségmegőrzési idő lejárta előtt az élelmiszerterméket, akkor akciózzuk azt. Hogyha az akciózás ellenére de sem tudjuk eladni a terméket, akkor bekerül a Muncs applikációba. Ez egész Magyarországon, sőt Szlovákiában és Csehországban is jelen van. Célja, hogy megelőzze a nap végére megmaradó élelmiszer hulladékkel válását. Egy meglepetés csomagokról van szó, tehát amikor mi lefoglaljuk a csomagot, akkor nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz benne. Nagyjából a partner tud egy leírást adni, hogy mondjuk a pégségeknél ugye általában pégsütemények szoktak lenni, de azt nem fogjuk tudni, amikor lefoglaljuk, hogy abban akkor mondjuk kettő darab kakaós csiga lesz, meg egy darab sajtos rúd, mert ugye a muncsnak az a. Az a legfontosabb koncepciója, hogy a nap végén megmaradt élelmiszereket adják el a muncson keresztül. Ezért ugye, amikor odaérünk, vagy tehát zárás előtt kicsivel tudja majd csak a partner, hogy pontosan mit fog tudni adni, és hogy ő, mik maradtak meg. Hazánkban eddig több mint egymillió csomag élelmiszert mentettek meg a magyarok. Országos szinten is óriási ez a szám, de a kisebb helyi üzletek is egyre inkább látják ennek a jelentőségét. Most az elmúlt fél évben néztük az adatokat, és megmondom őszintén, hogy az utolsó hat hónapban 78%-kal nőtt a bevételünk ebből. Tehát ez azt jelenti, hogy 78%-kal több lett, amit meg tudtunk menteni. És ez nagyon csodás, majdnem a 100%-át most már megmentjük a megmaradt ételeinknek. Az egyik legnagyobb kereskedelmi áruházlánc például a megmaradt emberi fogyasztásra már nem alkalmas hústermékeit állatok etetésére ajánlja fel rendszeresen. Ide érkezve hozzánk, mi azonnal fagyasztjuk tovább, vagy egy részét, ami esetleg már nem visszafagyasztható, azt pedig megfőzzük. A telepen nincsen gáz, tehát fával fűtünk, üstben főzünk gyakorlatilag, húsokat tésztával, táppal összekeverve. Ezt nagyon szeretik egyébként, tehát mi ilyen szempontból örülünk ennek, hogy van ez a lehetőség, megmondom őszintén. Bár egyrészt valamilyen szinten picit elkeserítő és szomorú is, hogy ennyi, ennyi hulladékot termelünk, úgymond, vagy termel az emberiség, hiszen néha tényleg azt mondom, hogy több, ö, több száz kiló hús is érkezik egyszerre. A fölöslegesen megtermelt, majd kidobott élelmiszerek nem csupán környezetvédelmi szempontból károsak, hanem gazdaságilag is. A vízhasználat, a földterületek csökkenése és a feleslegesen felhasznált egyéb erőforrások nagy költségeket jelentenek a társadalomnak. A hármas aranyszabály tehát ne vásárolj több élelmiszert, ne főzd többet, és ne szedj ki többet, mint amennyit biztosan meg tudsz enni maradék nélkül.